Nagy örömmel hallgattuk a messzeim, ugye, amikor világán érkezett verseket, amit a sajátos nevelési igényű tanulókról kaptunk. Azonban nagy sajnálatunkra nagyon kevesen jelentkeztek el a versenyek közülük. A választás mégse volt könnyű, mivel ők nagyon különböző képességűek, és a verseket is nagyon különböző módon adták elő. A díjazottak azért meglettek, értékeltük, hogy milyen szépen tudják elmondani, hogyan tudják előadni, mennyire folyékonyan, illetve hogyan hangsúlyozzák a verseket. Az első helyezettünk David Máté lett, alsós sajátos nevelési tanuló. Második helyezettünk egy felsős, Kolompár Nikoletta, és harmadik helyezett Miklós László.